Sziasztok! Ebben a videóban a BSG által a boosting és RMT megszüntetésére hozott eléggé megosztó intézkedésekről szeretnék beszélni. Ezek az intézkedések a nem founding rate státusszal rendelkező itemeket érintik, igazából arról van szó, hogy bizonyos itemeket nem tudsz kidobni más playereknek. Nem fogjátok tudni átadni a következő itemeket másoknak, pénz vagy pénz itemek, minden ami barter item, kulcsok, kártyák, tárolók, például doxkész, szikkész, bizonyos karszalagok, info itemek, bizonyos közelharci fegyverek, a Tiger, Red M2 Sword és a kibattom a hó. Néhány itemet viszont limitált mennyiségben kidobhatunk, például a Rubelt 20 000 aranyakláncot 3 darabot, a Kiteból, azaz a kék lőszerből 3 darabot, szerszámkészletből 2 darabot, rollerből egyet, et parakordból 1-et, szilikoncsőből 1 injektorból, mondjuk morfinból egyet. A megoldás úgy néz ki, hogy amikor a behozott tiltott itemet ki akarod dobni valakinek, kapsz egy figyelmeztetést, hogy ez az item törlődni fog. Itt még vissza tudsz lépni, de ha figyelmen kívül hagyod a figyelmeztetést, és tovább lépsz, az item automatikusan törlődik. Hogy demonstráljam ennek a működését, most kidobok 20 ezer rubelt abból, amit behoztam a raidbe. Nem kapok hibaüzenetet, ugyanis limiten belül van a pénz mennyisége. Látjátok ott a pénz a földön, fel tudom venni. Most kidobom az összes pénzt, ami nálam van. Kapok egy hiba üzenetet, hogy csak 20 ezeret dobhatok ki, és a többi törlődni fog. Tovább lépek, van pénz a földön, de csak 20 ezer, hiszen ez a limit. Ha egy tiltott itemet a táskámba rakok, és azt dobom el, szintén kapok egy hiba üzenetet, hogy törlődni fog. Tovább lépek, és csiribú Csiriben már nincs injektor készem. Természetesen nem fogod tudni átrakni a tiltott itemeket mondjuk Skevek inventoriába, vagy PC-kbe, ilyesmikbe. Erről is egy hiba üzenetet fogsz majd kapni. Ha esetleg meghalsz egy ilyen itemmel az inventoridban, ami nem a Secure Containeredben van, az is törlődik. A tiltott itemeket nem tudod bebiztosítani sem. Találtam egy kulcsot a raidben, ugyanabban a raidben ki akarom azt a kulcsot dobni egy havernak, mert nekem nem kell. Kidobom a kulcsot, ott van a földön, fel tudom venni, mert fél státusza még mindig megvan. Sokan aggódtatok azon, hogy nem fogtok tudni mozogni a figyelmeztetés miatt, ha dupla zével el akarjátok dobni a táskátokat. A figyelmeztető ablak nem fog megjelenni, de egy hiba üzenetet fogtok majd látni a jobb alsó sarokban. A jövőben érdemes lesz odafigyelni arra, mit hová pakoltak a kellemetlenségek elkerülése érdekében. Legtöbben az azért panaszkodtatok, hogy nem fogjátok tudni segíteni a haverjaitokat, igazából arról van szó, hogy másképp kell segítsétek őket. Gyert ugyanúgy tudtok másnak kidobni, bitcoinokkal nyilván nem fogjátok tudni felbusszolni mások cashflowját már. Ezen felül senki nem fog megállítani abban, hogy kinyisse egy ajtót valakinek. Eljött az a pillanat a játék életében, amikor a barátokat nem úgy kell segítenetek, hogy halat adtok nekik, hanem meg kell tanítanotok őket halat fogni. Ha valakinek szüksége van segítségre, vagy a játék megtanulására, Nyissatok egy ticketet a Serpa és egy kedves serpa segíteni fog nektek ingyen. Azt természetesen ne várjátok el, hogy a serpák megoldják helyettetek a questeket, de szívesen mutatnak pár praktikát arra, hogyan oldjátok meg a problémáitokat. A Serpa Hub Discord beteszem a leírásba. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, nyomjatok a like gombra, és iratkozzatok fel. Vigyázzatok magatokra a tarkóban, sziasztok!